A Csipke Hotelben megjelent termelőket, borászokat Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára köszöntötte. Beszámolójából kiderült, hogy komoly kormányzati szándék van a borágazat támogatására. A magyar bor marketingére a kormány úgy döntött, hogy évente 3 milliárd forintot fordít az elkövetkezendő 5 évben. Ez olyan lehetőség, amely még soha nem volt, tehát ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. A szakmai napon több előadó is beszámolt a legújabb szőlőtermesztéssel, feldolgozással kapcsolatos kutatási eredményről. Szó volt a borászképzés átalakításáról. Nehéz helyzetben van ez az ágazat, mondta összegző beszédében Tornai Tamás, a Magyar Borokháza Alapítvány kuratóriumi elnöke. A szakember úgy gondolja, ezen a helyzeten a széles szakmai és üzleti összefogás javíthat. Kijelölt piacok, jól ahhoz illeszkedő termékek és együttes összefogás, közös márkák, azt gondolom, hogy ezek meg fogják hozni a sikert. A Magyar Borokháza Alapítvány több mint egy évtizeddel ezelőtt hozta létre a Katona István emlékdíjat. Katona István vállalatvezetőként a tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazásával ért el jelentős gazdasági sikereket. A rendszerváltáskor ötletadója, alapítója, szervezője volt a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetségének. Fülöp Róbert kiskunhalas polgármestere a Katona István által vezetett egykori halasi állami gazdaság szerepéről is szólt. 2010-ig folyamatosan a közigazgatásban is olyan emberek dolgoztak, akik kötődtek már a legmagasabb szinten is az állami gazdasághoz, az volt a nevelő otthonuk, és biztos vagyok benne, hogy még találnánk egyébként a közigazgatáson túl is olyan területeket, ami kötődik ehhez a szervhez. Nagyon komoly és nagyon nagy hiányt, tehát egy nagyon komoly szervezet volt ez a város életében, és nagyon komolyan hiányzik most az, hogy nincsenek meg azok az üzemegységek, amelyeket már el kellett, hogy felejtsünk azóta. A Magyar Borokháza Alapítvány a Katona István díjat minden évben két olyan szakembernek ítéli oda, akik munkásságukkal, szakmai sikereikkel, személyes példamutatásukkal és termelőtársaik önzetlen támogatásával hozzájárulnak a magyar szőlő- és borágazat eredményeihez. Dr. Kerényi Zoltán az oktatói és tudományos munkáért vehette át az elismerést. Mint mondta, most is jó szívvel gondol vissza Katona Istvánra. Olyan tanítóim lehettek, olyan csapatokban dolgozhatta, akik nincsenek itt már köztük, de annyit tanultam tőlük, mint az élettől soha. Tehát föl kell tekinteni az elődökre, különösen Katona Istvánra. A termelői és termelői szervezeti kategóriában Szőke Sándor érdemelte ki az országos elismerést, meghatottan vette át a rangos díjat. Ez egy olyan díj, amit a szakma különböző szereplői ajánlottak nekem, és adtak nekem. A második, ez olyan díj, kiskunhalasiak annyira csak úgy ismerik Katona Istvánt, mint a Halasi Állami Gazdaság vezérigazgatóját, ez országosan elismert olyan elméleti és gyakorlati szakember volt, aki egyetemen tanított, és rengeteget tett a szőlő borágazatért. És nem véletlen, tulajdonképpen az alapítvány őt választotta egyik névadójának a kitüntetésének. Ma ez ott tart, hogy talán mondható egyik legismertebb és legszebb szakmai díj, aminek én nagyon örülök, főleg azért is, mert a Pista bácsi annak idején nekem főnököm is volt, és miután ő is szőlészborász lett nyugdíjazás után, talán azt hiszem, hogy szerénységgel mondhatom, hogy kollégám is volt.